pénteki sajtótájékoztatónkon jelentettük be, hogy a mai napon demonstrálunk a kormány egészségpolitikája ellen és az Ajkai Magyar Imre Kórház mellett. Gyakorlatilag a mi rendezvényünk is beilleszkedik a Demokratikus Koalíció meghirdetett országos ellenállás mozgalmával, tehát ma rajtunk a sor, utána következik Miskolc. Járjuk, tehát fővárosba kezdtünk, mint ahogy tudják, Szegeden folytatódott, Győr, most Ajka és Miskolc a következő állomás. Jövő héten nyilvánosságra jön a következő állomásoknak a neve is. Megkérném az érdeklődőket, hogy szíveskedjenek közelebb jönni. Egyrészt akkor halkabban tudok, nem kell hangosan a mikrofonba beszélnem, meg hát legalább mi ne féljünk egymástól. A jelen politika helyzet úgyis olyan kemény, hogy félelem tölti el az embereket. Itt az anyagi függőség, munkai függőség, itt egyéb probléma. Gyakorlatilag én az Ajkai Kórházról kívánok szót ejteni, aminek a folyamata már nem tegnapra tehető. 2018. március 21-én Ajka város vezetése testületi ülést és egyben közmeghallgatást hirdetett meg, és közmeghallgatás történt. A közmeghallgatáson lehetőséget biztosított a város vezetése az Ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatójának, Nagy Zoltánnak, hogy tájékoztassa a város lakosságát a kórház helyzetéről, távlati terveiről. Ugyanis nagyon sok helyről jött az információ, hogy orvosok távoznak, és egyre romlik, meg sajnos meg is tapasztaltuk, a kórház gyógyító munkájának a színvonala. Azzal, hogy orvosok távoznak, és gyakorlatilag ezzel a lehetőséggel a kórház főigazgatója nem él. Válaszlevelében azt hivatkozott, és ezt a közmeghallgatáson a jelenlevő fideszes képviselők is azzal támasztották ele, hogy azért maradt távol a főigazgató úr a közmeghallgatásról, mivel választások előtt állunk, és politikai célra kívánják felhasználni. Most ezen a közmeghallgatáson én is szót kértem, és kikértem a magam és a város lakóinak a nevében, hogy az ilyen álcázott, bújtatott lózunk dumát, hogy ne bújjanak el mögé, hiszen egy ilyen lehetőséggel nem vissza, hanem élni kellene, hogy lehessen tájékoztatni az embereket, a választópolgárokat. Azóta a helyzet nem javult, hanem sajnos romlott. A jelenlegi információim, tudásunk szerint a 5 orvos mondott fel, és a szakápolók is felmondta. Felmondási idejüket 2018. október 31-én így tart, és gyakorlatilag utána tudjuk meg, hogy azt, amit az orvosfőigazgató úr elmondott, és itt a sajtótájékoztatónkon a jelenlevő pesti srácoknak a közölt, a jelenlevő László Imre, dr. László Imre országgyűlési képviselőnkkel, az országgyűlés mellett működő Néppiloti Bizottságnak a tagjának, hogy nem megyünk el, nem sietjük el a rendezvényeket, hiszen 10 orvos jelentkezett felvételre. Az országgyűlési képviselőnk felhatalmazott arra, hogy tájékoztassam a tisztelt jelenlevőket, hogy itt lett volna a mai gyűlésünkön,
és elmondta volna, hogy meddig jutott el a feladatával. Gyakorlatilag ugye már sajtótájékoztatón bejelentette, hogy fel fogja keresni a kórház igazgatóját is, mint országgyűlési képviselő, és fel fogja keresni a Veolia vezetőit is, hogy tájékoztassák, hogy miért van a városban kialakult a légszennyezés, illetve hogy intenzíven hullik megint a korom, ami gyakorlatilag május és augusztus között nem volt tapasztalható, de szeptember elejétől újra intenzíven ellett el a város. Gyakorlatilag, hogy most ott tartunk, hogy itt a mai rendezvényre is jött volna dr. László Imre, a város határától 39 kilométerre volt, amikor kapta a telefonban a visszahívást, hogy forduljon vissza sürgősen, hogy olyan esemény történt, hogy egy 55 éves erejébe levő családapa meghalt, mivel aki tervezett műtétje volt, az a doktor felmondott, nem tudta megműteni, és sajnos akit pótlásra kirendeltek, nem olyan kezelést kapott, és sajnos elhunyt. A dr. László Imre az országgyűlés mellett működő népjóléti bizottság tagja, tehát ezért felkérte a demokratikus koalíció, hogy ezt soron kívül kezdjék meg a vizsgálatot, ha szükséges, úgy ítélik meg, akár büntetőjogi feljelentést is tegyenek, de mindenképpen járjanak az ügy végére, mert ez nem lehet, hogy Magyarországon a jelenlegi egészségpolitika hatásaképpen emberek halnak meg, kórházak lehetetlenek el, mert a Hajkán is, mind az öt altatóorvos elmegy, és a szakápolók is elmennek, tehát október 31-e után nem maradnak státuszba, és nem tudják betölteni a helyüket, akkor bizony az ajkai kórház, mint kórház elveszti a kórház funkcióját, tehát akár egy jelvekűvel, vagy egy alapellátási intézmény degradálódik le. Ez nem lenne szerencsés helyzet. Mi figyelemmel kísértük folyamatosan a kórházat, a 72-ben építették az ajkai kórházat, az akkori években világszínvonalon kórházunk volt, még a 80-as években is nagyon jól prosperált, funkcionált, sajnos egyre jobban elveszíti a szerepét, azzal, hogy a jó orvosok eltávoztak az ajkai kórháztól, elmentek a szakápolók, tehát meghallottuk mi az önök szavát, de, és ezért is hirdettük meg, hogy először a sajtót, illetve pontosan először márciusban a közmeghallgatáson, de a múlt héten a sajtótájékoztatón, és ma meg itt helyszínen személyesen is, hogy védjük meg a kórházunkat, tegyen meg a jelenlegi vezetés és a kormány, hiszen az ajkai kórház is az állami igazgatás irányítására tartozik, hozza olyan helyzetbe az ajkai Magyar Imre kórházat, legyenek jól megfizetett orvosok és szakápolók, és hogy a betegek megfelelő színvonalú ellátást kapjanak, meggyógyulni menjenek be a kórházba, és ne egyéb problémájuk, bajuk történjen. Én ezt kívánom elmondani, és még azt, hogy ne féljenek, gyakorlatilag, mert ha mindenki behúzza a fülét, farkát, nem mondjuk el a véleményünket, nem állunk ki a saját véleményünk vele, akkor azt csinálnak gyakorlatilag, amit akarnak velünk. Sajnos nem, tehát emeljük fel a szavunkat, hogy nem, és ma hallassuk a hangunkat. Képviselőink megteszik az országgyűlésbe, jönnek ki az utcára, mi meg a helyszínen tegyünk meg mindent. A rendezvényünk úgy hirdettük meg, hogy várunk minden ajkait,
lakost, várunk minden Magyar Imre kórház hatósugor alá tartozó lakost, és várunk minden demokratikus pártot, minden civil szervezetet, hogy jöjjenek és hallassák a hangjukat. A mai rendezvényünkön felszólalt volna még Szita Róbert is, sajnos elállt a felszólalási lehetőségétől. Azt ígérte, hogy később nyilvánosságra hozza, hogy mit kívánt elmondani. A sajtótájékoztató előtt az MSZP is úgy állt hozzá a dologhoz, hogy igen, örvendetes, hogy jó a kezdeményezés, tehát nem csak mi akartuk csinálni, nem hordjuk a bölcsek kövét a zsebünkbe, nagyon jól tisztában vagyunk vele, hogy együtt könnyű, külön könnyebb, együtt sikeresek lehetünk, külön-külön nem. Én köszönöm, hogy meghallgattak, átadnám Glázer Timának a szót, aki az ország egészségügyi állapotáról és a kormány egészségpolitikáról szól. Nagyon szépen köszönöm, tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Glázer Tíma vagyok, Győri önkormányzati képviselő, és a Demokratikus Koalíció Északnyugat-Dunántúli régiójának vezetője. Megkérném önöket, hogy jöjjenek egy kicsit közelebb, vagy jobban hallanak ott is? Hallanak, jó. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi folyik itt? Kérdezem. Mi folyik itt? Félelem? Korrupció? Megtört tekintetek? Meghajlított gerincek? Tönkretett karrierek? Gyermeküket féltő szülők? Jövőjüket hazájukban nem találó fiatalok? Szétszakított családok? Kiszolgáltatott nyugdíjasok? Kilakoltatottak? Kórházban halni járó betegek? És onnan menekülő ápolók és orvosok? Ez a mi hazánk. Sajnos igen. Te tetted ezt, Orbán! Elmondtam már többször több felszólalásomban, hogy Orbánnak mennie kell. Mert ellopta a múltunkat, szavaink értelmét, lehetőségeinket, szabadságunkat, jogainkat, pénzünket és hazánkat. A Fidesz a demokrácia lebontását és a hatalmi ágak teljes erejét arra használta fel, hogy korrupcióval fertőzze meg országunk minden területét. A korrupció egy ország számára ugyan lassú lefolyású, de minden bizonnyal végzetes betegség. Ahhoz, hogy az ország kigyógyulhasson a korrupcióból, annak valódi okát kell megszüntetni, ez pedig a Fidesz hatalma. Az eltűnő több száz és ezer milliárd csak tünet, hazánk elpusztult sejtjei. A fideszes korrupció mindennapjaink részévé vált, mindenütt körülvesznek minket kézzelfogható bizonyítékai. Csak fideszes haver juthat biztos megrendeléshez, és családtagjaik biztos, jól megfizetett álláshoz. Fideszes kezekben lévő trafikokba vesszük a dohányárut, Andy Vajna kaszinóiba tehetjük próbára szerencsénket, olvashatjuk és nézhetjük az ő szája íze szerint kreált híreket, ami mind hazugság, porhintés, vakítás. Ámulhatunk, hogy hogyan lettek a kormány tagjai és barátaik milliárdos üzletemberek, hogy lett a miniszterelnök veje, vagy a felcsúti gázszerelő dúsgazdag kiskirály. Hogyan juthattak a magyar vidék földjei fideszes döbrögik kezébe. Ugyanilyen bizonyíték a legfőbb ügyész Pol Péter hallgatása is, aki még csak látszatvizsgálatot sem indít az ország tudatos kifosztása közben. Az Orbán kormány korrupciós ügyleteit még a nagytüdejű mélytengeri búvárok sem tudják egy levegővel felsorolni. Én sem, de azért belekezdek. Magánnyugdíj lenyúlás, trafik mutyi, föld mutyi, atommutyi, kaszinómutyi, letelepedési kötvénymutyi, belvárosi ingatlan Panama, takarékszövetkezet mutyi, közvilágítás mutyi, vízum mutyi, gáz mutyi, áfacsalás, stadionépítések közpénzből,
Na és persze a fideszes brókerbotrány. Ma már az egész világon tudják, hogy a fideszes korrupció nem rendszerhiba, hanem maga a rendszer. Korrupt politikusok mindenütt vannak, itthon és a világban szerte is, azonban Orbán Viktor korrupcióra épülő rendszere egyedülálló Európában. Az orbáni nemzeti korrupció rendszere fogva tartja Magyarországot, benne minden olyan magyar embert, aki tisztességes úton szerzett jövedelemből szeretne boldogulni. A keményen dolgozó kisember kifosztásából él az összes pofátlanul hazudozó gazember. Már a lottóötös sem elég egyetlen kilométer autópályára, függetlenül attól, hogy melyik cimbora vagy éppen Mészáros Lőrinc építeti-e. Viszont van pénz luxusjatra, rénszarvas vadászatra, garancsi luxus repülőjén való utazásra, külföldi foci akadémiákra. Azt mondják, hogy sok mindent meg lehet szokni. Azt a gondolatot azonban nem fogjuk megszokni, hogy a saját gyermekeink jövője tűnik el a fideszesek zsebében. Orbán Viktor és partnyalói sokkal inkább otthon érzik magukat Kazasztánban, mint Európában. Nekik valóban idegen az európai közösség, ahol a jogállam, a demokratikus kormányzás és az emberi jogokat semmilyen hatalom által nem bonthatják le. És valóban otthon érezhetik magukat abban a Kazasztánban, amit egy simlis diktátor korrupt rendszere tart fogságban. Még jó, hogy Magyarország régebb óta van Európában, mint Orbán és kiszolgálói Magyarországon. Nem viselik el a nagyurak, hogy Európa nem fogadja el Orbán által irányított diktatúrát és korrupciót. A demokratikus koalíció tovább harcol az orbáni maffia kormánnyal, mert az ország sorsa múlik azon, hogy a magyar társadalom ne tudja elvetni magáról az önkény és a korrupció kormányának rabláncait. A korrupció csak az átláthatóság, az önkény pedig csak a szabadság vágy űzheti el. Az Orbán Viktor vezette maffia kormány mindenhol jelenlévő és egymás kezét mosó káderekkel intézményesítette a korrupciót. Mindazok, akik pénzért kiszolgálják ezt a bűnös maffiát, szembe mennek a becsülettel, tisztességgel, európaiságukkal, magyarságukkal, és nem utolsó sorban az esküjükkel. Orbán csatlósai és családja ennek a rendszernek a kedvezményezettjei. Miközben Orbán azt kiabálta, hogy nem leszünk gyarmat, a veje a teljes hazai közvilágítás fejlesztést gyarmatosította. Ezek szerint nem az Európai Unió, hanem Orbán család gyarmatosítja Magyarországot maffia módszerekkel, bekebelezve a hazai és az európai fejlesztési pénzeket. A jobb oldal erőszakosan egy olyan nemzetieskedő, radikális, félelemkeltő tolvajvilágot épített, amely akár felemelszheti hitünket, türelmünket és reményünket. Ne hagyjuk! Ahol csak tehetjük, emeljük fel hangunkat a korrupciós nagyurak ellen. Nekünk nincs több félnivalónk, de nekik van sok vesztenivalójuk. Mert nem mi árultuk el a hazánkat, hanem ők. Mi büszke európai magyar hazafiak vagyunk. Nem mi akadályoztuk meg kopasz verőlegényekkel a vasárnapi boltbezárásról szóló népszavazást, hanem ők. Nem mi írtuk át egy oldalon a saját pártunk érdeke szerint a választási rendszert, hanem ők. Nem mi szántottuk be a független sajtót, zártuk be a népszabadságot, vásároltuk fel a megyei lapokat, hanem ők. Nem mi loptuk el a magyaroknak szánt Európai Uniós pénzeket, hanem ők. Ezekről a bűnökről szól a sargentini jelentés. Nem nekünk kell szégyelni magunkat, hanem önöknek, fideszes képviselő urak és hölgyek. Mi a magyarok oldalán állunk, önök Orbán Viktorén és az Európában elbukott lúzer kormány mellett állnak. Önök tartják fent ezt a rendszert 8 éve. Önök szavaztak meg mindent elvtelenül Orbán parancsára. Önök juttatták ide az országot. Elárulták Magyarországot és az európai magyarokat. Nem másokra mutogassanak, hanem mondjanak le, kérjenek bocsánatot a magyar néptől.
tegyenek egy szívességet az európai magyaroknak, vállalják a felelősséget és takarodjanak gyermekeink jövőjét, európai Magyarországért, az új köztársaságért. Köszönöm a bátorító és őszinte szavakat. Bízom benne, hogy megfogadják, figyelnek a barátaikkal, konzultálnak és elmondják. És egyre többen rájönnek, hogy közösen, együtt erősebbek vagyunk, és demokratikus új köztársaságért tudunk dolgozni. Bejelentem, hogy a Demokratikus Koalíció Veszprém megye álmaszámú választókerületének elnöke Nagy Ildikói a szó. Köszönöm a szót, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Egy pár gondolat jutott az eszembe, hogy a helyzetértékelés és a lelkesítő, buzdító Kimi által elmondott mondatok után egy kicsit szárazabb, de fontos dologról is beszéljünk. Mert a mindennapokban önök sem foglalkoznak a számtalanszor átalakított alaptörvénnyel, amelynek egyes cikkei, pontjai azért fontosak, hogy a tudatunkban bellegyenek. Mihez is van jogunk, mit tehetünk, mit várhatunk. Az alaptörvény egyes kiemelt pontjaiból pár gondolat. Az emberi becsület alapja munka, emberi szellem teljesítménye. Megvan ez az országunkban? A becsülete a munkának? Elesettek szegények megsegítésének kötelessége. Kötelessége nagybetűvel. Megvan ez az országunkban? Emberi méltóság, egyéni szabadság. Na, ez se olyan természetes mostanában. Az alapvetés egy-két cikkeje. A B cikkely. A demokratikus jogállam értékei. E. Európai Unióban való tagi részvétel, uniós jog. De uniós kötelességeink is vannak. Erre figyelnek mostanában? Az alaptörvény második cikke. Élethez, emberi méltósághoz való jog, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg, de nem csak az övét. A nyolcadik cikk. Gyülekezési és egyesülési jog biztosítása. Most azt három pont, hozzáteszem, ez mostanában eléggé nehézkes. 9. cikk. Véleménynyilvánításhoz való jog, sajtószabadság. Ez is érdekes, de jogunk van hozzá, ez le van írva. A 20. cikk. Testi és lelki egészséghez való jog. Le van írva. Egyes tételek, amin el kéne gondolkozni mindenkinek, mert a mindennapjainkat érinti még akkor is, ha a törvényt nem kell tudnunk kívülről, így az alaptörvényt sem. Egészséges élelmiszerek. Akkor zárójelbe teszem hozzá, hogy szennyezett élelmiszerek visszahívása, kivonása a forgalomból az utóbbi időben rendszeres. Felháborító. Munkavédelem. Nagyon sok súlyos munkahelyi baleset van mostanában. Régebben ez sem volt. Erre is oda kéne figyelni. Mi az oka? Egészségügyi ellátás. És akkor sorolom. A Honvéd Kórház, amiről mostanában nagyon sokat hallunk, mindenki tudja talán.
botrányok sorozata az egészségügyben. Lemondott a Honvéd Kórház orvosigazgatója, Tamás Róbert, orvosdandár tábornok október 1-től. 100 milliárd hiányzik az egészségügyi rendszerből. Hol van? A stadionokban? A közvilágításban? Hol? Külföldre segítünk? És akkor egy mai hír, ami így most beugrott, az egyházak megsegítése. Milliárdok, százvalahány milliárd, ezt most pontosan nem tudom, elnézést. Nagy Anikó államtitkár lemondott. 4 hónap után. Vajon miért? Mivel nem tudott ő azonosulni? A főnöke, Kásler úr, az emberminiszter, kényszer szabadságra küldte. Nem tehet semmit. Eltávolította, mert Nagy Anikó szerintem olyat tett, amit nem szabadott volna. Már ez magánélet. Környezetvédelem. Hát ez Ajkán is elég égető probléma szerintem, de nem csak itt. Akkor 21. cikk, az egészséges környezethez való jog. Ennek második bekezdése, hogy aki környezetében kárt okoz, köteles azt a törvényben meghatározottak szerint helyreállítani, vagy a helyreállítás költségét viselni. Hát igazából erre sincs példa mostanában. A harmadik bekezdés, és ez nagyon fontos, elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni és azt tárolni. De van szennyező hulladék, Ajkától nem messze is, nálunk is. Ezek a gondolatok ajánlva vannak minden kedves érdeklődőnek, gondolkozzanak. Ezek ellen is lépjünk fel közösen, egymás kezét fogva. Köszönöm szépen! Köszönöm. Még annyi kötelezettségem van, hogy tájékoztassam a tisztelt jelenlévőket. Dr. László Imre, mint ahogy ígérte, bejelentkezett a Ajkai Magyar Imre kórház vezetőjénél, Nagy Zoltánnál, és a Veolia vezetőjénél, hogy megtapasztalja, hogy hol tartunk. Tehát, és ezzel november 6-án sajtótájékoztató keretén belül tájékoztatja az ajkai lakósokat. A sajtótájékoztató helyszínéről és a pontos idejéről figyeljék a Facebookot, különböző helyeken, barátokon, ismerősökön, időben és a sajton keresztül nyilvánosságra hozzuk. Tehát egy biztos, hogy november 6, valószínűsíthető, hogy délután a 2-3 óra, és két helyszín jöhet szóba, a jelenlegi, ahol vagyunk, tehát Ajka Szabadság tér 7, vagy pedig a kórház bejáratánál. Ezt mérlegeljük, hogy itt vagy ott. A kórház mellett szólna az, hogy nyomatékosabb lenne, viszont nem szeretnénk azt, hogy azzal be tudjanak bennünket támadni, hogy akadályozzuk a kórházban folyó gyógyító munkát. Köszönöm a részvételt, a mai gyűlésünket bezárom. Mindenkinek jó utat, szerencsés hazaérkezést kívánok. Viszontlátásra! Thank you.